Műsorunkat a Hitspace, a Neumann, a Sennheiser, a Universal Audio és az ATC támogatta. Stratégiai partnerünk a Magneto Music Group. Sziasztok! Sok szeretettel üdvözlöm mindenkit itt a Magyar Producer Workshop legújabb keddi esti adásában, amelyben mindig izgalmas témákat beszélünk meg, és ne felejtjétek, van egy B-csatornánk is, ahova a zenekészítős egy kicsit rétegebb témákra tesszük, link a leírásban, és arra gondoltunk, hogy ebben a főcsatornában meg folytatjuk ezt a podcast jellegű beszélgetős adásokat, ahol mindig próbálok érdekes vendégeket meghívni, érdekes témákkal kapcsolatban. Törjük meg a sorozatot, mert a MPV történetében te vagy a második női vendég. Azt a mindenit. Úgyhogy mai vendégünk Nagyváradi Nelli. Sziasztok. Ének tanára, Noa Ének Stúdiónak a tulajdonosa, és ezzel már kicsit így fel is vezetjük, meg érezni is lehet, hogy mi lesz a mai téma. Énekelni fogunk már, mint maximum Nelli, de énekléssel, vokálfelvételről és ilyesmikről fogunk beszélgetni. Köszönöm szépen, hogy elfogadtad a Köszönöm meghívásomat. A Örülök, hogy itt vagy. És Nelliről érdemes tudni, hogy nagyon sok oldalú, illetve azt is, hogy ha mondjuk a TikTokon nézegetitek a dolgokat, hogy ott rengeteg ilyen ének, ének tanulással kapcsolatos tartalmat gyárt, többen magával, úgyhogy ajánlom figyelmetekbe. És azért gyűltünk mi itt össze, mert sokat beszélgettünk több ilyen közös munka során, hogy a kapcsolata az énekes, és a producer hangmérnök most sokszor ez így összefolyik, az, aki felveszi az éneket, hívjuk így, az az, az nem olyan egyszerű. És azt szeretném, hogy itt a mai beszélgetésünk során te képviseld az énekeseknek, a, hogy mi van egy énekes fejében, amikor mondjuk eljön hozzánk stúdiózni. Én próbálom a mi oldalunkat képviselni, és igazából az lenne a cél ezzel az adással, hogy mindenkinek próbálunk egy kicsit segíteni, hogy a közös munka így gördülékenyebb legyen mert hát tekintve az, hogy vannak nyilván olyan profik, akik oda mennek, föltolják másfél óra és, és, és semmit nem kell mondani, ez tízből kettő. Igen. Köbben. Az összes többi van, ott nagyon-nagyon sok olyan dolog van, ahol elcsúszhat a dolog. Így van, így van. Úgyhogy én most neked dobom a labdát, így a, a tapasztalataid alapján, hogy szerinted, mi az első számú olyan dolog, amit mondjuk így akár most először mondjuk most te mondod nekünk, aztán majd én is úgyis jövök a kereszt kérdéseimmel. Tehát mit veszel így a legnagyobb hibának, akár kommunikáció szinten, akár mondjuk felkészülés szinten, ami egy ilyen közös stúdiózáskor, énekléskor mindig van, és nagyon rányomhatja a bélyegét a felvételre. Szerintem a legnagyobb hiba az talán az, hogy az idő szűke hogy ugye a stúdióra fölkészül valahogy mondjuk egy énekes, csak mindegy, hogy most van-e neki tanára, vagy önállóan készül fel erre a stúdió munkára. Megérkezik, van egy izgulás benne nyilván, hogy hogy fog sikerülni. Nagyon sokszor például a diákjaimnál azt tapasztalom, aki mondjuk először stúdiózik, vagy így az elején van, hogy neki sokkal-sokkal nehezebb... Ö, ö, felkészülni mentálisan erre a dologra, és akkor megérkezik, és van egy ilyen időkorlát, hogy ennyi idő alatt mondjuk a mai nap van erre szentelve, vagy nem tudom, x óra van erre szentelve, és akkor ez már egy stresszfokozat, amiben ő meg akar felelni, és valahol ezt a fajta megfelelési kényszert nem segíti az, hogyha mondjuk érzi is a hangmérnökön, vagy a produceren hívjuk bárhogy, hogy, hogy, hogy hajtani kell, és hajt a tatár, és sietni kell. Tehát ez az első számú dolog. És utána pedig szerintem a felkészültség. Hogyha mondjuk valaki egy tanárral készül fel, akkor kap valamennyi instrukciót az adott dalhoz. És akkor megérkezik a stúdióba, és nyilván egy hangmérnök teljesen másfajta szemszögből néz egy dalt, mint egy énektanár. És valahol szerintem ott akkor jó, ha van egy ilyen koordinátor, hogy mondjuk a tanár ott van, és akkor a tanár meg a producer sokkal könnyebben érti meg egymást, és tud segíteni a delikvensnek, mint valaki csak önállóan elmegy énekelni, mert akkor azok nagyon sokszor nem egy nyelvet beszélnek. Biztos te is tapasztaltad, hogy mondjuk zenekaromból a gitárosnak, meg a dobosnak tök más az egymás. Ne, ne, nekik föl, főle. nekik főleg. <laughs> Na és ez valahol így az énekesek a producernél is tökre így van, hogy ugyanarról beszélnek, de mégis teljesen más nyelven. És ezért ugye kialakul mondjuk egy konfliktus. Vagy mond valami tök jó instrukciót egy producer az énekesnek, hogy így csináld, de ő meg azt abszolút kritikálnak éli meg. Vagy én ezt nem mm. így tanultam. Mm -hmm. És hogy itt annyi dolgon elcsúszhat, hogy ez egy nagyon jó téma, mert rengeteg sztorit lehetne erről mesélni. Na, szerintem sztorizunk. Amúgy én mikor kint dolgoztam, ott mindig ott voltak az énekesek. Tehát külön énektanár volt otthon, aki begyakoroltatta, vagy külön koncert előtt Skype-on begyakoroltatta, és külön volt ott egy ilyen recording coach. Abszolút, és Amerikában is így működik, én is ott, amikor stúdiókban dolgoztam, ez mindig így volt, hogy folyamatosan volt valaki, aki koordinálta ezt az egész dolgot, mert egyszerűbb volt a történet. Tök mindegy, hogy fizikailag ott volt-e, vagy nem, vagy nagyon sok esetben az is sokat segít, hogyha a koordinátor és a producer ledumálja előre, hogy miről is van szó, kevesebb a sértődés. Na most, és akkor itt ki is térnék erre a sértődésre, ha lehet egy picit hát a legfontosabb beszélni. Talán. Hogy, hát művészek, abszolút, abszolút, és ugye az ön megvalós. Ugye mennyi teret hagynak az önmegvalósításnak? És akkor ugye ezt így koordinálni kell, és valahol szerintem a producer ezért csinálja jól, hogy ő koordinálja, hogy az az önmegvalósítás mennyi lehet, ami még belefér abba, hogy technikailag jó legyen a vég, a produktum. Viszont az énekes, meg ugye a művész lelkével elő akar adni, és itt mindig a kommunikáción csúszik el a dolog, hogy hogyan lehet ezt úgy. Hogyan lehet ezt úgy csinálni, hogy itt senki ne sérüljön meg ebbe a történetbe, és a producer ne legyen ideges, és ne várja, hogy vége legyen az időnek, az énekes meg ne azon stresszeljen, hogy úristen, nem jól csináltam, vagy a másik, hogy te úgyse tudod, olyan jó, mert vagyok az énekes. Tehát, hogy itt többféle ember típus van szerintem, akinek ez problémát okoz. Jól érzem akkor, hogy véleményed szerint csak ezt veszem ki a szavaidból, hogy dupla annyi idő lenne mondjuk Du -dupla, időt, dupla időt kéne inkább ráfordítani, mint sem, hogy ö, nagyon túl akarnánk lenni két-három uh -huh. óra alatt, tehát uh -huh. akár egy egész napot, és, okay. a, és abból az első fél nap kevés csak a ráhangolódás. Abszolút. Én tökre így gondolom, hogy ez, 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 idő változtatna. Volt egyszer egy nagyon jó munkám, egy nagyon nagy, most nem akarok itt reklámokat mondani, úgyhogy egy nagyon nagy brandnek csináltunk egy <coughs> olyan reklámzenét, ami évekig ment televízióba. És nagyon profi énekesek voltak, nagyon profi vokalisták voltak, és nagyon jó volt a, a stúdió is. És ott konkrétan nekem az volt a legszimpatikusabb, hogy kettő napig arról szólt a dolog, hogy egy dolog, hogy beállítgattak mindent, de hogy beszélgettek. És ott voltunk a stúdióban, és mindenki elmondta, hogy miért úgy akar. És ez egy nagyon nagy volumenű dolog volt, ahol több száz sáv vokál volt, mert ez egy ilyen karácsonyi dolog volt, és ott mindent ének hanggal akartak fölvenni zajokat. És olyan jól működött a munka, mert mire oda jutottunk, hogy az énekes, és ott tényleg nagy stárok voltak, akiknek azért van egójuk. És amikor ők fölénekelték, nem volt ebből gond oké, okay, megcsinálta, kész, tök jó volt. A vokalista szintén. Szóval szerintem ez az idő, ez az egyik legfontosabb. A másik meg a kommunikáció. Láttad a Netflixen a We Are The World-nek a igen. doksi filmjét? Igen, igen. Igen. Valami, hasonló, igen. valami hasonló volt csak ott a Jackson mindenkit beírja a, a magaságjában igen, pont valamelyik nap láttam a TikTokon egy ilyen videót, ahol a Jackson így mondták, hogy improvzom valamit és így, ó, úristen hogy tudsz te ilyen csodálatos lenni Szó, szóval azt mondod, hogy itt, itt az első, akkor az első, csak hogy így, így próbáljunk összeszedni a gondolatokat, hogy az első legnagyobb pibalt, tehát a ráhangolódásnak mm -hmm. a hiánya, hogy mm -hmm. akkor rögtön mondjuk így mondjuk, mondjuk. Csináljuk, imediás lesz. Be, Beese, akkor igen. most akkor kettőre foglalta ide időpontot, akkor, ja. akkor utcun neki. Igen. Tehát, igen. Hogy, tehát, hogy van egy ilyen futószalagérzés. Igen, és ugye ez meg. Megértem a másik oldalt is, mert közben meg ott van az, hogy ugye pénzből élünk, és akkor ez időre van, és akkor neked a te időd, meg a te uh -huh. szakmai tudásod, meg, meg neked is nyilván kell egy olyan határt húzni, hogy az nap hány emberrel foglalkozok, vagy abban az időszakban hány emberrel foglalkozok, és, és ez tök nehéz megcsinálni, szerintem, hogy erre hogyan, hogyan lehetne. Én azt gondolom, hogy nem is feltétlen kell ez az egy nap, hanem hogyha nem az van, hogy nekem kettő darab órám van, hanem úgy van, hogy gyere, aztán majd lesz valahogy, uh -huh. és a producer meg közben Melybe tudja, hogy mondjuk mennyire tehetséges az az énekes, vagy előre van spoilerezve, hogy ő mit tud, és akkor ő tud kb. úgy kalkulálni időbe magának. Talán ez lehet egy megoldás, hogy akkor erre négy órát szánok, arra hármat. Talán akkor ezek a táborok ezért működnek ilyen jól, mert Aha. én sok ilyen táborban voltam, és ott valahogy ez a, ez a fajta druk nincs. Nincs mert hogy előtte van egy ilyen közös ráhangolódás, kajágatás. Megismerik egymást. Igen. Így van. Meg a másik, ugye igen, ez amit mondtam, hogy a kommunikáció, hogy bemegy, tegyük fel egy kezdő. A kezdővel szerintem tök nehéz, de egy nagyon profival a legnehezebb. Nem tudom, te mit gondolsz erről. Nekem ének tanárként a kezdővel mindig könnyebb, mint egy nagyon profival, mert a nagyon profi az mindent is jobban tud, ugye? De, de ezzel azért nem értek egyet, mert no. a bizonyos nagyon profiban van alázat. Hát amelyikben van, azzal nincs és, gond. És, de, és... de sok olyan sztárunk van, akinek, akinek nincsen. Hát igen, de az már egy az már behavior management. Az, 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 a, a, ott már a, már a stúdió előtt elkezdődnek a problémák Ez szerintem. Van. Tehát, Ez Tehát, hogy az, van. alapvetőleg az, az így néz ki. Jó, idő. Oké. Okay. volt. tegyük föl, hogy most valamit nekünk össze kéne hozni, és egyik tanítványod kéne fölvenni valamit, Ö, általában mit tapasztalsz? mondjuk, hogy azok, akik mondjuk nem járnak énektanárhoz, ott, ott mikre érdemes odafigyelni, vagy mik a, a tipikus ibe, mert valljuk meg, szerintem az énekesek 80%-a énektanárt csak hírből hallott, Igen. vagy látott. Igen. Tehát, hogy valahogy ez így nem lett nálunk divat, mert, mert konditeremben mindenki jár, ez de az de, de arcizmait vagy a, vagy a dolgait nem annyira edzi, hogy Például ott mik lehetnek azok a hibák, amit ének tanár nélkül mondjuk érdemes odafigyelni, és te mondjuk mindig a tanítvány egy lelkére kötnéd? Hát ez azért nagyon-nagyon nehéz kérdés, hogy ki kell kapcsolnom az ének a fejembe, mert én a, tehát a világszároknak, a bárkinek a lemezét, amikor hallgatok egy dalt, nem tudom nem szakmailag nézni, hogy ott mennyi hiba van. Tehát ugye a legnagyobb szárok is millió hibát vétenek én azt gondolom, hogy nagyon sokszor az a probléma a fejbe, és most lehet, hogy nagyon sokan meg fognak kövezni ezután a mondatom után, de hogy mindenki arra törekszik az énekesek, hogy tiszta legyen. És én mindig el szoktam mondani a diákjaimnak, hogy a tisztítás, ez két kattintás a ha úgy van, de hogyha te nem tudod ezt élettel megtölteni, és mindig elmondom, hogy nem énektanároknak énekelsz. Mert hát az énektanár az így egy rétege a társadalomnak, de hogy azt kell éreztesd a hallgatóval, hogy neked ez jó, és hogy az érzelmi része legyen az elsődleges, de nem tudnak ebből kivetkőzni, hogy a perfekcionizmusból, hogy már pedig tökéletesen jól kell énekelni, és olyankor hibáznak a legnagyobbat. És aki nem jár ének tanárhoz, azokon egy hang után hallatszik, és nem a hangján, ami nagyon érdekes, hanem mondjuk a nyitási technikáin, hogy hogyan nyitja a száját, hogy minden magánhangzónak és máshangzónak megvan teljesen minden milyen nyelven énekez, hogy hogyan kell nyitni, erre van jó nagy szabály, mindegy, a felét tartjuk, a felét hmm. nem tartjuk. De hogy rohadtul lehet hallani azt, hogy valakinek mondjuk egy magas hang nem azért nem jön ki, mert nem, nincs akkor a hangterjedelme, hanem mondjuk nem jól nyitja annál a magánhangzónál a száját, vagy a zeneszerzője pont egy olyan szövegrészt írt oda arra a magas részre, miha nem ez a szövegkörnyezet lenne, sokkal könnyebben tudnák énekelni. És ugye itt megint képbe jön az, hogy a zeneszerzőnek és az énektanárnak is a kapcsolata, nem csak a producernek mondjuk. De mire ott van, és akkor megpróbálja, és nem sikerül, és 35 ezer szer veszik föl, és a végére mondjuk elmegy a hangja, vagy bereked, vagy ideges lesz, vagy stresszfaktor vagy akármi, holott annyit kellett volna csinálni, hogy így nyit és ne mm -hmm. így. És ugye ez egy milliméter. És ugye aki nem tanulja, annak ez sokkal nehezebb. Ugye a diákjaimon most is pont jövő héten megyek velük stúdiózni egy párral, hogy elmondtam nekik az legelején az első és legfontosabb info, amit tanultál az énekórán, tök ügyes vagy alkalmaz, de ott felejtsd el, hogy énekórán vagy ott neked előadó művésznek kell lenni, hogy érzelmes legyen a dal. Szerencsés vagy, hogy ezt tanultad, mert a reflexbe fogja kapcsolni, uh -huh. és ott már a nyitásoddal nem lesz gond, és ezáltal mondjuk nem leszel hamis, sokkal kevesebb munkája lesz a producernek, sokkal könnyebben fog tudni a hangmérnök dolgozni ezzel, hogyha te technikailag jól csinálod, viszont ne a technika vigyel a prímet. Mert ugye ezt sok... Tehát f... egy ilyen megfelelési kényszerbe kapcsol. Abszolút, és nagyon sokszor értem azt a részét is, amikor mondjuk egy hangmérnök, Ö, nem örül az énektanárnak a jelenlétben, mert ugye beleszól, hogy így nyisd, ezt csináld, azt csináld, és elveszi az énekestől a fókuszt az előadásmódtól. És ebben igazuk van abszolút, de ez meg abszolút szerintem az énekes függő, hogy ő mennyire tudja mm. ezt a dolgot helyén kezelni, hogy most itt nem, valóban nem a technikáról szól, de attól függetlenül az be kell kapcsoljon reflexzerűen. Tök érdekes, hogy én azt mondod, hogy inkább az előadás mond, mint a tökéletes technika. Hát de mert nem. Mert a, hát a, le, a, lé, a, a, szól, tehát a lélek, hogy é, Abszolút, mert, mert, amikor hallok egy tökéletes stúdiófelvételt, és aztán nem akarok nagy sztárok neveit mondani, de hogy vannak olyanok, akik rettentően elismertek, és technikailag egy csomó minden mindent szarult csinálnak, de mégis olyan jó azt a dalt hallgatni. Hát igen. Nem tudja ki a száját. Tehát, tehát ő ott Érzen. azért semmit nem csinált, tehát hogy nem Érzen. volt egy ilyen nagy taláns. Semmit, és közben meg olyan feelingje van, ahogy ott ül azzal a betépet fejével a gitárjával. <gül> <gül> szóval, hogy egyszerűen tényleg, és hogy ezért így az rá az utolsó vet. Viszont, ha te tanulsz énekelni, és tök jól megcsinálod, és úgy mész el a stúdióba, akkor már nem kell a technikára figyelni, hanem tudsz az érzelemre, mert előtte megtanultad a technikát. Alkalmazni. Tehát, tulajdonképpen, ahogy, hogyha jársz énekes az ezek ilyen automatizmusok Abszolút. lesznek, mint az autóban a vezetés és hogy így. nem nézed, hogy hova teszed a lábod meg a kezed, így. és ezért fontos az a én tanárhoz járkálás. Hát meg megkönnyíti a hangmérnöknek a munkáját piszkosul. Én látom azt, a, hogy azok a diákok, akik tényleg gyakorolnak és csinálják, és okék, okay hogy sokkal kevesebb az utómunka. Azok a diákok, akik így nem foglalkoznak annyira vele, vagy még nagyon új, vagy nagyon most kezdik tanulni, azokkal sokkal több munka van, és ez nem feltétlenül azon múlik, hogy ő mennyire tehetséges, hanem hogy az ő fókusz ahol van. Mennyire veszed azt észre, hogy a mai világumban azért benne van ez a fajta kényelem, hogy van egy lehetőség az utómunkára, és régen, amíg szalad volt, mert nem volt semmi, addig vagy föl tudtad tolni, vagy, vagy nem, tehát mm. hogy kénytelen voltál megtanulni egy normálisan csinál. énekelni, hogy mennyire kényelmesedtek el akár a diákok, vagy az énekesek abba, hogy á, majd megoldja, megoldjuk utómunkába, és annyira nem ezt az effortot ez De jó, beletenni. hogy ezt mondod, mert én a te oldaladra lennék ebbe kíváncsi. Mert szerintem meglepődsz az én válaszomom. A, a mi oldalunkon? Igen. Vannak azok a dolgok, amit valóban meg lehet oldani, de, de akkor, akkor őszinte leszek. Én nem akarnék szívni egy éneke. Inkább négyszer vegyen föl újra, mint hogy szívja két órát vele. Én is Már, így te, Tehát, hogy meg lehet oldani. Tehát, hogy a nagy részét meg lehet oldani, és valószínűleg nem is hallatszódik, mert egy csomó esetben a háttér énekeket, ha nullára kihúzod, a kutya nem fogja hallani, hogy a... a oldalra penelt háttérjének, ja, azok igazából nagyon rosszak, már csak réteg. De inkább legyen jó én ugyanígy gondolom, és ezen mindig meglepődnek a hangmérnökök, hogy én addig ütöm őket, amíg el nem énekli 25 ször mm -hmm. Mert egyszerűen értem én ezt a gombnyomást, de én azt gondolom, hogy az olyan dolgoknál fontos az egy gombnyomás, és majd a melodányba megoldjuk, amikor mondjuk már 28-szor fölénekelted, és nem tiszta, mert szarul nyitsz, és akkor ezért a odafigyelni a hangmérnöknek, hogy jó, akkor azt most már megoldjuk. De az, hogy feladom, meg a másik, amit nem szeretek, hogy nagyon sokszor van az énekeseknél, hogy de hát ugyanaz a refrén van. Hát de nem. Igen, hogy ott egy dal, ami építkezik, hmm. ami attól lesz tuti a végén, hogy te energiaszintben teljesen máshol vagy. És abban az energiaszintben énekeld el azt a refrént, élvezd azt a dalt. Oké, okay, hogy nem kronológiailag veszük azt a dalt, mert részenként ahogy az énekesnek jó, meg kényelmes. De hogy, de hogy amikor ott vagyunk a végén, ahol a katarzis, és a legtöbb pop szám például a katarzisban van megírva a végén, ugye kicseng az a refrén, vagy impró van a végén, hmm. vagy mit tudom én, hogy ha te azt nem innen, énekled, hanem bekopízzuk az elsőt, mert az mm. tök jó lett, mm. akkor ott neked kell egy csomót munkázni, vagy alárakni annyi mindent, mm. hogy az úgy szóljon, hogy leszakad a fejem. Na, az alárakni annyi mindent. Két kérdésem is lenne. Az első, első az, hogy ki a hibás szerinted, vagy hogy, hogy kéne ezt egymás között lekommunikálni, mint énekes és dalszerző producer, hogy mi az, amit hangszerelésben meg lehet csinálni, és mi az, amit nem, tekint fel, hogy van egy énekhangunk, egy terjedelmünk, a, a, ami valahol a, most ha a frekvenciákról beszélünk, elhelyezkedik. Uh -huh. Most a Viliáll is tudom példának hozni, mert hogy ott nagyon meg lett oldva, hogy nagyon helyet hagytak a csajnak. Uh -huh. Tehát, hogy nem lett túl hangszerelve, nem jem, lett túl csilingelve, mert különben ez a suttogás ja, az az nem dolog. Visz, az nem, nem jött volna át, hogy hol van itt a producer felelőssége, ez teljesen a producer felelőssége, vagy igenis az énekesnek tudni kell, hogy nekem ettől eddig tart a, hang, a hangterjedelmen, hangterjedelmem, és egy ilyen jellegű nótát akarok csinálni, ott nem lehet a jó Isten is benne. Már ha jó ötletnek tűnik. É, én, én, ezt mindig tök elmondom a diákjaimnak, hogy, hogy tudnod kell, hogy ki vagy és hogy bele kell fektetni a munkát és Például tök jó, hogy a Billy hoztad, mert ugye ő most nagyon menő, meg van csinálva Frankón a zenéje, szeretik, dallamos, jó. És amikor elkezdik egy szál hangukkal énekelni, és akkor elmegyünk a stúdióba, hogy pont azt a számot akarja mm. fölvenni, hát ez nem úgy szól. Hát tényleg? Valóban nem úgy szól, mert hogy ez a csaj, ez tudja, hogy ő mennyit tud, és akkor ő megfelveszi felveszi azt a vokál mennyiséget, ami kell, és ilyen rengeteg munka van, meg nem tudom, de a zene, az nem dús. Mondja Madonnával hasonló Az nem, igen, stíló volt, így Tehát, hogy van, így ő van. aztán végképp nem volt egy. Nem dús. Talentum. Így van. És hogy az zene, zene nem dús, hát azt akkor tudjuk megoldani, hogy hogyha te szétvokálozod, vagy egy mm. felliheged, vagy akármilyen ö, frazírokat mm. beleteszel, hogy jó legyen. És itt jön elő megint az egó szerintem az énekeseknél, hogy nem hajlandóak elfogadni, és hasonlítgatják magukat másokhoz, hogy de ő így csinálja, én meg úgy csinálom. És akkor nem. Neked kell tudni azt, hogy te mennyit tudsz, és azon belül. A maximum fölött kettővel kell teljesíteni, és nem a hangmérnöktől várni a mm. megoldást. Én ezt abszolút nem hiszem, hogy neki kellene mindent megoldani. Csodálatos a technika. És tényleg ahhoz képest, hogy például 20 évvel ezelőtt milyen volt, és most mi van, hogy tényleg mennyi mindent meg lehet oldani, hogy férfiből nőt csinálsz két perc alatt, akár, de hogy nem ez a cél. Szerintem az kell legyen, és itt, itt meg az énekeseknek men kell mentálisan változtatni, hogy az kell legyen a cél, hogy én magamból a legtöbbet és a legjobbat, és az, hogy van egy technika mögöttem, meg egy tudású producer vagy hangmérnök, az, az szerencsés helyzet. De nem őrá raknám a felelősséget. Na, akkor dobjuk át ránk a felelősséget. Mi a felelősségünk nekünk, producereknek, zenészek a hangszerelésben úgy, hogyha jön egy énekes, akkor a, a számára a alapszülessen. Mire Mire érdemes figyelni? Ö, vagy, vagy mondhatod a tipikus hibákat is, és akkor úgy lehet, hogy úgy jobban így kijön a dolog. Nem tudom, én, én nekem mindig az volt a, a, a legnagyobb probléma, hogy van egy elképzelés mondjuk a hangmérnöknek a fejébe, hogy hogy kéne szóljon, és akkor kap egy másik énekest. Uh -huh. És akkor utána azzal úgy nem tud mit kezdeni, és úgy éli meg, hogy nem jó. Uh -huh. És nagyon sokszor tapasztalom például azt is, hogy mondjuk, hogyha mondjuk valaki zenét ír, és akkor megvan a zene, megírta mondjuk a hangmérnök zenét is szerez, uh -huh. és akkor oda megy az énekes, és akkor felveteti vele még egyszer, mert hogy rossz hang nem be volt az ének. Uh -huh. És akkor nem értenek hozzá, és nagyon sokszor van a kezdő producereknél főleg vagy hangmérnököknél, hogy nem értenek hozzá, és akkor nem jó helyen van, és újra énekelteti vele, ez is nagyon sokszor tipik hiba. Tehát rossz hang nem lenni. választás, arra Igen, hogy mondjuk azt mondja az énekesnek, de hát öregem, én akkor mindig azt mert előtte láttad, tehát hogy elküldtük neked, fölénekelte a kis otthoni mm -hmm. kütyűjén, hogy halt, hogy mi van, és az mégse jó. És szerintem Mind a két fér anyai tapait bele kell tenni. Tehát ha te, mint mondjuk profi hangmérnök itt vagy, és tényleg ezer éve ezt és pontosan tudod, hogy mik a buktatók, és jön egy középszerű énekes, akinél mondjuk tudod, hogy kell ott dolgoznod, akkor te bele fogsz tenni mindent, hogy az jól szóljon. De aki nem profi, az nem tesz bele mindent, hanem elvárja az énekestől a megoldást. Mm -hmm. Szerintem talán itt ez lehet, amit te is mondtál, hogy az alázat. Hogy te nem fogod kihajtani a vért belőle, ha már látod egy óra után, hogy ő minden hmm. képes. Nem? Igen, igen. nem most azon is elkezdtem gondolkozni. Nyilván, hogy vannak olyan munkakapcsolatok, amikor mondjuk te, mint énekes és szólóprojektként, van valami vízió a fejedben, és akkor most, hogy így beszélgetünk, már magam megválaszolom, hogy itt igazából akkor önkép zavar van olyan tekintetben, hogy ő Beyoncé-nek képzeli magát, holott csak nem tudom, Billy szintet tud hozni, mondjuk ének technikailag, és nem tudod ugyanazt megcsinálni. Nem, nem. Ö, hangszerelésbe se. Nem. Mert hogy mások a kvalitások, más a hangfekvés, stb. stb. Igen. Tehát, hogy... Ö, már, hogy itt mi mindig szoktunk, itt a műsorban biztos láttad, itt azon rugózunk, hogy a vokállánc, tudod, hogy, jaj, jaj. hogy, hogy miket vásároljunk össze, föld az énekesek, amivel a legtökéletesebben Dusz. jön át a hangja, jaj. de hát, hogy mi a, mi a, hova ágyazunk meg, azért az egy, nagyon nem mindegy. Ö, tehát akkor azt mondod, hogy itt tulajdonképpen a felelősség mind a kettőn áll, tehát ha én, mint mondjuk Prod, érzem azt, hogy ez nem az ő hangfekvése, akkor inkább ö, változtassunk hangnemet, kezdjük előről, mint hogy belerőszakoljam. A, Igen, a mert az akkor tud két. lesz a Feszkó. Aha. És akkor tudod a Feszkó, meg te is tudod, hogy milyen mm. rossz dolgozni. Tehát, hogy akkor ott megáll a tudomány, meg ráadásul, ha nagyon művész lélek, akkor meg ott bestrokol, és aztán egyáltalán nem fog menni, és aztán a legközelebb, mikor újra jön, mert új időpont kell, akkor meg aztán mérges, meg mm -hmm. és nem És a, a produktum nem lesz jó, és így ez az, amit sokszor elfejtenek. hogy most én azért a zenéért csinálom, vagy az egómért. Tehát, hogy ez egy jó zenekel legyen, akkor csináljuk meg, hogy jó legyen. Mm -hmm. Jó, tehát akkor a, milyen olyan hangszerelésbeli dolgok vannak például a produk számára, ami a legjobban segítene neked, mint énektanárnak, mint énekesnek, hogy a legjobban fel tudj készülni a dalra? Mert mondok szituációkat is, akkor Jó. majd sejtett, hogy mire gondolok. Vannak olyan zenei stílusok, ami tele van elhangolt szintikkel. Tehát, Jaj. hogy képtelenség eltalálni, hogy akkor ez most balra vagy jobbra van, mert ilyen a stílus, de erre énekelni azért teljesen más mint egy sima egyszer zongolás dologra, ahol mm -hmm. ott vannak a. A másik a törtütem, hangok. szerintem. Igen. Ami még így probléma. Tehát, hogy, hogy hogy lehet mondjuk már az elején elkapni ezeket a dolgokat, hogy ti is könnyen tudjatok gyakorolni az énekessel, és, és ne, ne az legyen, hogy mit tudom én, félúton újra kell az egészet csinálni. Ez meg az énekesnek a felelőssége mm. szerintem. Én most pont dolgozom így három-négy ilyen DJ-fiúval, akik így most kezdik a szakmájukat, és akkor mindig vissza és visszadobják, és akkor le kellett ülni velük beszélgetni, hogy, hogy figyelj, hogy, így, hogy így, az van, hogy így ezt nem dobálhatjuk állandóan vissza, tehát hogy akkor, ha nem megy neki, akkor máshogy kell gondolkodni. Ha meg neked meg azért nem megy, mert nem fektetsz bele elég a el, akkor tessék belefektetni. Mert hogy én, hogyha a diákom megy énekelni ilyen helyre, akkor én addig ütöm, amíg mozog. Mm. Tehát, hogy akkor, ha ezt a zenét kaptad, öcsém, akkor erre mm. a zenére meg mm. kell tanulni ezt énekelni, mm. és ha nem megy, akkor is nem érzed a harmóniát, és tényleg már nagyon sokat gyakoroltuk, és nem megy, mm. akkor változtassunk. Mert ugye ez ugyanaz, mint egy zenekarba, hogy megírja a gitáros mm. a dalt, és csak után az énekesnek magas. És mm. akkor azt mondja, Mondjuk, hogy rak két hangot, de hát az már nem úgy fog szólni. Hát nem. És nem úgy fog szólni, ez így van, de hát hogyha meg nem tudja kénekelni, és nem szenved a koncerten, az se jó. Tehát, hogy, hogy Csak ez pont a dj k esetében ez, ez nagyon crucial, mert ami hangszerelés alapú, mert a sound design alapú a stílusod konkrétan dörlik a basszus, minden dörlik. Ja, ja, ja. tehát, hogy az, az kukla a zene. Ja, ja. Kisebb és, és, ezért én azt gondolom, hogy ez az énekes felelőssége. Tehát, hogy ha te nem tudod arra elénekelni, akkor nálad van a gond. Tehát, hogy én értem azt, hogy tök sokszor diszonásnak érezzük, meg nem mm. úgy szól, meg nem tudom, de hogy meg lehet mindent tanulni. Mm. Tehát, hogy ez gyakorlás kérdése. Ha valaki énekesnek nevezi magát és tanulja, nyilván vannak ügyesebbek, meg kevésbé ügyesebbek, de hogy megfelelő gyakorlással meg lehet. Ez ugyanazon de amikor megkérdezik tőlem, hogy ha nekem nincs hallásom, meg tudok-e tanulni énekelni? Meg. A boci-boci tarkát hódziára, hogy el fogod mm. tudni énekelni. Kérdés, hogy az kinek fog tetszeni. Mm -hmm. e, tehát akkor azt mondod, hogy már az elején ezeket el kell kapni, inkább többet demózunk, többet skicceljünk, többet Vagy hogy otthon gyakoroljon mm. az énekes. Tehát, hogy megcsinálja a, a zenét, a, a producer elküldi a, a kölöknek, hogy meg kell ezt tanulnod, uh -huh. és akkor gyakorolja otthon. És hogyha van közben változás, küldjed az újat, és akkor arra is gyakorlunk. És hogy itt mindig az a baj szerintem, hogy az énekes feladja. És most tényleg nem a szakmám ellen akarok beszélni, de abszolút ezt tapasztalom, <laughs> hogy az énekesek feladják. Nekem ez nem megy. És akkor jön a dráma. Tensz, Jó, hogy... csak hogy akkor most igazságosak legyünk, mi mondjuk a másik oldalnak a legnagyobb hibája az énekesre szemben, csak hogy tanuljunk. A türelmetlenség, szerintem. Én legalábbis azt tapasztalom mindig a stúdiókban, hogy, hogy türelmetlen, hogy én ezt megcsártam, ez így van, és akkor ez punktum, és így uh -huh. lesz. Meg, hogy nem tudnak sokszor Megértem ezt a részét is, amit az elő, előbb beszéltünk, hogy vannak olyan zenék, amin nehéz változtatni, de ne legyen egyből az első válasz, hogy de ezt nem írhatom át, uh -huh. vagy nem rakhatom. Akkor, bele. akkor inkább azt mondom, nem nem a türelmetlenség, hanem a rugalmatlanság. A rugalmatlanság is, meg a türelmetlenség uh -huh. is, mert hogyha meg elkezdi csinálni, és nem megy neki, akkor meg látszik, hogy hát csináld meg még egyszer, és közben tud látszik, hogy elgurul a gyógyszere. Uh -huh. Tehát, hogy ez a, uff, én tanítanék kommunikációt minden hangmérnöknek. Na, hát azért vagy itt. <gül> <gül> ez, ez, ezért vagy itt, mert, mert tudod, hogy ez, hogy ez egy csomószor összecsúszik a, a Meg zeneszerző. Meg értések. Ez, ez, ez nagyon érdekes most, hogy mindenki mindent is csinál, valaki magának csinálja, mm. tehát mikor valaki magát rögzíti, tehát hogy ott nincs is egy külső fül. Mint tanár gondolom ezt ellenzed. Nagyon. <laughs> hogy, hogy magadat ne rögzítsd. <laughs> és akkor utána hozzák az énekórára is, hogy szerinted ez jó, és akkor így ennyi időd van. Uh -huh. Hogy miért nem. Uh -huh. ja. Beszélgessünk egy kicsit a beszéd karakterről. Beszéd, hiba vagy karakter. Hú, de nehéz kérdés ez. Mert most felvétel szempontjából nekünk például egy, egy nagyon fontos issú az, hogy a. Ezeket. Most az ember elkúzgatja egész este, ja. benne hagyja már, hogy milyen jó. Preampot mert mikrofon cserélget már, hogy valahogy ezt az egészet tompítjuk. Good luck! Ért, hogy e, nyilván ezzel tisztában van a, a tulajdonosa is, a, ennek a beszéd karakternek, hívjuk akkor karakternek. E, Kedves vagy. ne, én már, én, már, hívtam hibának, és nagyon nekem mentek, úgy, hogy tanultam belőle, hogy itt egy picit korrekterben kell fogalmazni. Négy cifra tanuljatok. Nem beszélt hiba, nem karakter. Igen. Tehát most nyilván itt a klasszikus méharapás, pösze, most... Ó, meg ezer, ezer, ezer van. Én, én szeretek ezzel foglalkozni. Tehát, hogy, és nekem van egy logopédus barátom, akihez el is szoktam őket küldeni, és mindig úgy, hogy ebből ne legyen sértődés, hogy nem ha az én mert beszéd hibás vagy, de hogy tök sokszor van, és mindig magamat hozom példaként, hogy én is sokszor, sokszor zárcája beszélek, nem jó az ébetűm, itt tudom én. Amikor éneklek, akkor meg jó, mert hogy addig ütötte a vasat a logopédus, aki énektanár is by the way, mellette, hogy az ott jó legyen, amikor, amikor azt ott éneklem, és hogy ez nem hiba, mert hogy tök sokszor ezt észre se vesszük, mert, és, és ez nagyon sokszor mentalitásból lehet hogy az emberek szomorúak, depresszívak, a politika, az élethelyzet, az akármi, ami miatt zárkózottabbak, vagy a családi háttér, tök mindegy, és hogy ez meghallatszik az éneklési stílusán, meg a beszéd stílusán is. Nem, itt az artikulációra gondolok? Igen, gondolsz? igen, vagy akár a összeségre, vagy a mm. sejpítésre, hogy nagyon sokszor ez mentális probléma, hogy valaki miért vagy miért sejpít, nem feltétlenül biológiai oka van. Mert, hogyha mondjuk éneklés közben meg tök jól csinálja, vagy éneklés közben rosszul csinálja a beszédbe meg jól, tehát hogy az mm. ott, akkor ott mindig van egy anomália, hogy akkor vajon miért mm. lehet. És hogy ezt mindig elmondom nekik, hogy ez hibának érd meg, hanem a lehetőségnek, hogy ezt van olyan ember, aki ki tudja neked javítani. Viszont ö, ott van, igen, a karakter része, hogy most akkor ér rossz És akkor hát az tele van mindenféle hibával, ha ilyen szempontból nézzük, ha ezt hibának hívjuk, de hát szeretjük, nem? Tehát, hogy, és akkor ott most megint mennyi útó munka volt, jó? Mondjuk abban az, év, abban az időszakban lehet, hogy annyira nem sok, de hogy amikor ők stúdióztak, de hogy ettől függetlenül Szerintem ezt valahol kell éreznie, és talán, ha mondhatok ilyet, de ebbe se vagyok biztos, és mondj ellent, ha nem így gondolod, hogy, hogy a hangmérnöknek, hogy ez karakterbe belefére, vagy ez már tényleg probléma, és talán a koordinátorral, énektanárral akárkival megbeszélni, hogy ezen még gyúrjatok, hogy neked ez mennyi <coughs> munkát jelent, érted? Mert hogyha most te azt érzed, hogy hogy, hogy, hogy ez aranyos, vagy ez jó, vagy hogy ez mondjuk érdekes, és akkor rászánod azt az esti programot, hogy ezt megcsináld jóra. Vagy ez túlzás, vagy nem jó. Mert hogy nagyon nehéz ezt eldönteni. Mert nekem is van olyan diákom, aki össze és ki, és sose javítanám ki, mert a csaj maga is aranyos, és nagyon jól áll, és jól is ja, szól az ő műfajából. Igen, innen. és hogy jól szól a, a, a saját zenéjébe, az ő műfajába, kifejezetten jó pofa. De ha mondjuk tök más műfajt énekelne, akkor ott azonnal kéne ezen javítani. Engem személy szerint csak az artikuláció zavar. Ja, hát ez... Mert, mert tehát ha artikuláció meg van oldva, akkor elkúzni se kell. Ez Annyit. így van. Ez ugyanaz, amit az elején itt Igen, a beszélgetésünknél az, hogy... mondtam, hogy, hogy nagyon sokszor azért hamis, vagy aláintonál, vagy fölé intonál valaki, mert nem tudja a magánhangzó nyitás technikát. Hogy itt nagyon sokszor nem, az éneklésben nem úgy nyitom a magánhangzót, mind a beszédbe, mm. hanem minden egyes magánhangzót, attól függően, hogy mély vagy magas magánhangzó, és azt a magánhangzót mély vagy magas hangtartományba énekled, máshogy kell nyitni. És akkor az emberek mindig így lesokkolódnak, mikor elkezdik ezt szólni, de akkor egyfajta balra Ugye nem, hogy éppen hol mély vagy magas mm. magáhozó éneket. Nem, mert erre vagyok én itt a fő cseszegető, aki téged mm. cseszeget, és egy idő után beáll, és reflexzerűen fog működni, és tudni fogod, és nem azon gondolkodsz, hogy most akkor e éneketem két vonalasba, és akkor ott most mit csináljak vele, hanem működni fog. Az artikuláció nagyon fontos. Tehát én biztos, hogy hazazavarnám hangmérnökként, hogyha ez. A, ah, és amiatt a Hát mert nem érthető. Tehát, hogy... Hát nem ért, főleg tehát, a hogy... magyarba. Hát ez mert az angolban még az egy folytott nyelv, ott még el lehet mismásolni ezt az, de hogy a magyarban nem érthető. Hát én, mindig szoktam hallgatni és beszélgetni is az, hogy meghallgatsz egy Eminemet, aki ötszörös gyorsítással reppel, és minden egyes nüansznyi szót érted. Tökéletes. Egy Cardi Beat vagy, egy bármit, akit nagyon gyorsan, és, és volt egy, nem tudom, hogy láttad-e, Rhythm and Flow volt talán a neve. Egy ilyen rap tehetségkutató mm -hmm. a Netflixen. És a Cardi B volt, mint... Megnézem. Euh, mint, hát nem ilyen coach, hanem mint mentor. Hát aha. ilyen X-faktor, csak rap, rap mm -hmm. És a, a kritikák 70%-a a beszédérthetőség volt, amikor valakit hazazavartak. Nem az, hogy nem voltam menő, vagy hogy. Hát a rep az egy külön téma. Tehát, hogy ott, ott aztán nagyon meg kell tanulni beszélni, szerintem. És ott rengeteg gyakorlat van erre, meg, meg rengeteg feladat, amivel ezen lehet változtatni. És ott például szerintem nagyon fontos az, hogy ott a beszéd hiba tönkre tudja tenni. Mm. Azt szerintem tönkre tudja tenni. Ö és ott se feltétlen, ami nagyon érdekes, hogy nem is talán az artikuláció, hanem az érthetőség. Mert hogy az artikuláció magasságokhoz mm. fontos, az érthetőség, az meg például mindig ezt hozom példának, ha reppet tanítok, hogy nem mindegy, hogy azt mondod a gyerekednek este, hogy egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer egy királylány. Mm. Hanem egyszer volt, hol nem volt, mm. volt egyszer egy királylány. És nem az van, hogy rohadt nagyra nyitottam a számat, hanem hogyan. Ö van ez egy picit olyan, mert ez nem feltétlenül a témához tartozik, de megkérdezem, hogy ö, én, én nézegettem ilyen tévés tutorialokat annó, amikor elkezdtem ezt az egészet csinálni, és ott valaki mondta, hogy amikor kamerába beszélsz, akkor 10 a, a kedv a kamerával. Tehát nem úgy beszélsz, hogy mit tudom én, egy kávé mellett beszélgetnél hozzá, hanem hogy ilyen nagyon eltúzott mozdulatokkal és ilyen óriási energiával, mert hogy az néz ki jól a kamerán, hogyha van, van ez a lendület, ami be, bevonja a, a Van az ilyen szabályok. Ez amúgy az éneknél ilyen. is amúgy így megvan, hogy, hogy, hogy amikor ott teljesíteni kell, akkor egy picit 10 több az energia benne, mint hogyha simán otthon énekelgetni a kádba. Vagy Ez, ez valakinél bejön, valakinél uh -huh. nem. Tehát, hogy például nekem azoknál, a diákjaimnál jön be ez, aki egyébként alapjáraton mondjuk egy kicsit ö, ö, extrovertált, azoknál működik, mert neki nem testidegen mondjuk beleadni anyai tapait, akár mimikába, uh -huh. akár előadás előadásmódba. De egy introvertált embernél ez egy komfortzónából való kilépés. Uh -huh. Tehát ott inkább szerintem a technikára figyeljen, meg hogy jól megtanulja azt a dalt, és megfelelően tudjanak hangmérnökkel együttműködni. De hogyha ott a tízszerest adja, akkor ő, gondolj bele, hogy kilépsz a komfortzónádba, akkor bestresszelsz. És az ott, az a munkát. Tök jó, hogy mondod. Introvertált. Azért a művészek nagy része szerintem inkább introvertált, mint extrovertált. Bár most nem, ki? Nem, 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 kell statisztikázni. Igen. Ö, hogyan lehet jól dolgozni, Prót, Producer, producer és harmérnőként egy introvertet énekesen. Mire kell figyelni? És most a kommunikáción felül gondolom. Ez tehát... volt az első gondolom, <laughs> hogy <beszélkesen. gül> De, Tehát, hogy hogyan, hogyan lehet segíteni azzal, hogy egy introvertát feloldódjon Nyilván járnak hozzá, mik a trükkök, te, te mit mondanál? Én kicsit úgy érzem, minden tanítva, kicsit az anyukája vagy ah, valahol, de ha hozzámben én nem az apukája vagyok, tehát hogy valószínűleg ez, ez, ez a viszony nem lesz meg. Már, hogy nincs meg a. a se a háttér. az idő, se a lehetőség, igen, meg igen. a bizalom se így van, jaj, nincs meg a háttér, így van. Hát ez nagyon nehéz. Én, én tökre ezt az én felelősségemnek érezném inkább. Tehát, hogyha én fölkészítem jól a gyerekemet arra, hogy oda menjen és ott jól teljesítsen, és el, és el tudom neki mondani, hogy figyelj, egy vad idegen csávó fog veled szembeülni és kritizálni, és hogy ezt így ne a saját. És jó esetben csak egy csávó. Igen, jó esetben csak mert, egy csávó. Mert ott van az egész zenekar. Vagy, hát, a... vagy, vagy Vagy még 800 menedzsment, meg mindenki. Ja ja. Szóval, hogy, hogy én ezt mindig el nekik mondani, hogy ezt ne úgy érd meg, hogy te vagy bántva, hanem hogy itt ő azért mond kritikát, hogy a produktum jó legyen. És hogyha ezt ő fel tudja fogni, akkor működik. Én nem gondolom, hogy ez a hangmérnök dolga, sajnos, mert, mert amikor ott vagy, neked az van a hogy most te, te nem lelkiápoló vagy. Tehát, hogy én, én pont... A... de. De elvileg nem, mm -hmm. érted? És hogy én például pont azért végeztem el a pszichót is, mert hogy azt éreztem a tanítványaimnál, hogy há, négy ének órából egy hónapba egy elmegy arra, hogy Lelkistek. hogy vagy. Aha. Igen, és akkor, és ez kell, mert hogyha például egy ilyen lendületben megy oda, hogy oké, okay, itt most engem szét fognak szedni, mert hogy kell a munka miatt, mm -hmm. akkor nem fogja szarul érezni magát. De hogyha úgy megy oda, hogy, hogy teljesen be van tojva, és kap valami olyan mondatot, amit nem tud hirtelen kezelni, és ezt olyan nehéz szerintem egy hangmérnöknek, producernek a hogyant, mert amit te mondtál, mm. hogy nincs meg az az érzelmi háttér, nincsen meg az az ismerettség, nincs ez meg, hogy te most ott haverkodjál, és nincs is erre idő. És akkor megint az időnél adnék ki. <coughs> Én nagyon sokszor azt érzem, hogy van ez az effekt, bár nyilván ez valahol a rutin hiánya is, ez az a otthon még ment. Ja, hát attól ki vagyok borulva az otthon még mentől, meg, hogy, meg a másik kedvencem, egy kicsit ma meg vagyok fázva, meg hogy ma nem úgy keltem föl. Tehát, hogy ez a, én akkor mindig így megfognám a fejét, és így beleverném az asztalba, hogy gyerekem figyelj, az van, hogy az élekórám, vannak olyan énekorok, amikor behívlak, amikor náthás, vagy azért, hogy megtanuljál náthásan énekelni. Én nagyon. Nem akarom a jelzőket mondani, amiket szoktak rám használni. <laughs> szóval, hogy, hogy, hogy figyelj, nincs ilyen, hogy te most ma kicsit meg vagy fázva. De ez, ez egy, egyébként meg egy, tehát ugye ez egy lehetetlen helyzet, érted, nincs olyan, hogy ma megfáztam, és akkor két óra múlva meg már mikor jól érzem magam, a stúdióban már nem vagyok megfázva. Mert ugye ez szokott <laughs> lenni utána hirtelen. Van-e különbség stúdió énekléses felkészülésnél, meg koncertnél? Hajjaj, tehát tök más az egész. Hát hogyha bele ott mindig azt szoktam mondani, hogy úgy képzeljék el magukat, mint hogyha elmennének egy orvosi vizsgálatra, mm. hogy a mérőműszerek mindent mm. is hallanak ugye? Uh -huh. Tehát ott neked ott tök jó kell, és, és én konkrétan mindig a stúdióének és van, és stúdióba megyünk a gyerek, gyerek fel gyerekekkel, felnőtteket tanítok, de mindig gyerekeknek hívom, uh -huh. uh, akkor az konkrétan két-három ének óra csak arról szól, hogy mire figyelj a stúdióba. Ma a mentális része, a technikai része. Ha koncertre megyünk, ott meg ugye, ott lehet, azt szoktam mondani, koszolni. Mert ugye ott a szórakoztatás uh -huh. a lényeg. Ott, ott vagy egy mikrofonnal, amivel fölmászol a csillára, jobb esetben beugrasz uh -huh. a tömegbe. Tehát, hogy ott a dolgok el fognak veszni. Pláne, ha van vokalistád, akkor meg tök hmm. jó, mert akkor le van tudva egy csomó Pláne Ha van hádeid. Igen, ha hádeid, akkor még inkább <laughs> így van, tehát hogy ezek így meg vannak oldva, de ott te tudsz showman lenni, hmm. viszont a stúdióban ott senki nem kíváncsi a ha tesztárkodásodra, hmm. hanem a tökéletes precizitásodra, ami mert társul egy előadó művészettel, ami hát jó, nehéz. Igen. Én azt érzem be az egész beszélgetésből, hogy én tök jó fej akartam lenni, és magunkra akartam vállalni egy csomó hibát, de, de leginkább azt érzem, hogy, 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 valahol ez az énektanár is a, az énekes felelőssége. Én abszolút ö, Javarészt. Uh -huh. Uh -huh. Nálunk valószínűleg az, hogy nyilván nem hangszerelünk olyan zsizsit oda, ami az ő hangmagasságán van, és talán, a, talán a részünkről ennyi a kommunikációt leszámítva. Így van. ez a kettő szerintem csak nálatok. Ami, 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 úgy működhet. Ö, így, így, gondolkozok hirtelen, mert ezt, nagyon rövidre zártad ezzel. Bocs. Ezt, nagyon rövidre zártad ezzel. fel fogunk Nellivel venni majd egy még egy témát, amit direkt nem akarok benyitni, mert az, az pont, pont, ide kötném be, mint ének tanulás és rap tanulás. Én Igen. most hívjuk vokálnak, vokál, vokál. De igazából ha, ha jól veszem észre a közös munka mondjuk egy, 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 egy prod, vagy egy énekes között az jóval előbb elkezdődik. Mint min, min, sem, hogy, hogy leülünk és akkor utcú neki. Hát meg hogy ne az utcáról menjen be, igen. Tehát ugye azt ott neki fel kell készülni. Nem azon, hogy holnap foglalok egy időpontot, hmm. és akkor már ismerem ezt a számot, nem. Más, hogy tanulod meg azt a számot. És, és, és én tényleg a producereket sajnálom mindig ebbe a sztoriban, nem az énekest. Mert a producernek ott, tehát, hogy ott, ott egy vadidegen emberrel kell alkalmazkodnod, és az énekes, ha felkészült, akkor nincs gond. Mi a helyzet a demórákkal? Amikor, amikor már az énekes nagyon megszokja a demóját, és ha még jobb is a teljesítmény, de neki nem tetszik. Már hogy beleprojektál olyan dolgokat, tehát hogy igazából inkább a projekcióról beszélek, hogy beleképzel olyan dolgokat, mert hogy a fejébe mást hal, mint ami kifele van. És azt nekünk például nagyon-nagyon nehéz megmagyarázni, hogy biziként ez nem olyan, de ő fejében Beyoncé. Érted? Ez, ez nagyon gyakori amúgy. Tényleg? Uh -huh. De durva. Hát az X-faktorban ezt látod a válogatókon javar. Hát ja, 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 igen, az, az oké. Okay. Csak hogy így a stúdió munka, hogy eljutunk a stúdióig, akkor még mindig itt tartunk. Hát itt ez, 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 ez mentális Nef problémák vannak Hát Ne akkor. Felett, most bárki bármit felvehet, azért viszonylag, tehát most nem feltétlenül, amikor a stúdió munkáról beszélünk, akkor azokra a stúdiókra gondolok. De, de szerintem azokra gondolsz a, a klasszikus nagy stúdiókra. Az is egy stúdió, hogy itt a kis szobám, van egy mikrofon, van egy laptop, az is stúdió. Tehát Hogyne? az is, Persze. mert hogy onnan is kerül ki dolog, azt is fel lehet tölteni TikTokra, bárhova. Tehát, hogy igazából bár, bárki mit, bármilyen szinten fel tud bármit venni, és nincs feltétlen ott már az a profi kontroll. Tehát lehet, hogy ez a vakvezet világtalan effektus is benne van egy kicsit. Mert, uh -huh. hogy a, a prod, aki még nem tapasztalt, még ő sem biztos, hogy ezeket hallja. Tehát egy picit így masszatolunk kettem. Hát igen, igen. És ennek is megint szerintem a, 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 az a, ez a felkészültségi része a fontos, meg szerintem a nagyon sok negatív visszajelzés mm. még, ami a probléma, mm. ha már így a social médiát előhozta, de nem is kell social médiáig elmenni se szerintem, hanem hogy, hogy be betudnak feszülni attól, hogy hogy kap egy mondatot, mm. ami nem feltétlen kritika, vagy hogy azt mondod, hogy figyelj itt most ne ön megvalósíts, mert akkor ezzel így ezt össze Én emlékszem tizen két-három évesen énekeltem valamit, és akkor azt mondták, hogy ne üvölts. És akkor mondtam, hogy hát nekem ez az énekhangom. És akkor 18 lettem, ott el voltam a mutálásommal minden. Ne üvölts! Hát de nekem ez az énekhangom. És akkor utána, amikor így felveszük, és akkor kéri tőlem, hogy na most énekeld ezt így, aztán énekeld ezt úgy. És amikor, amikor nem üvöltve kellett énekelnem, és akkor rá kell jönnöd, hogy basszú, lesz jó! Uh -huh. De hát ezt nagyon nehéz az egódnak bevallani. Tehát akkor, akkor már én egy önkritika, van egy kicsit önfejlesztés itt a részben. Abszolút. Uh -huh. Sajnos, 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 ez szerintem abszolút. Szerintem nem is nyaggatlak tovább, mert ez egy szép szó, ez egy szép zárszó ebben a tekintetben, és erről még úgy is fogunk beszélni sokat, mert úgy is még ezzel a témával, mert szerintem én azt vettem észre, hogy amiben nagyon le vagyunk maradva így a kintiekkel szembe, az ez a fajta nagyon-nagyon összetett kommunikáció ami az énektanár az hang. ö, énektanár hangmérnök producer között van, mert mindenki úgy kezeli a másikat, hogy oké, okay, te megcsináltad otthon, most már, most már itt, itt Ezt akartam pont kell. mondani, hogy, 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 Amerikában annyira más, hogy működik, de biztos te is tapasztaltad külföldön, hogy, hogy ott ezek együtt dolgoznak a közös cél érdekében. Mi pedig azt csináljuk itthon, hogy te neked, amit te mondtál, ez a feladatod, az mm -hmm. a feladatod, és akkor ne dumáljál bele, mert most éppen stúdiózunk, meg mm -hmm. ne dumáljál bele, mert most éppen az ének dolgot beszéljük meg. Hogy nem, hát nem ugyanaz a cél, hogy a végeredmény jó legyen. Tehát, hogy de együtt dolgozzunk. És én például ahova a diákjaimat viszem stúdiózni, én azért szeretek oda menni, ez egy idősebb úriember, aki száz év tapasztalta rendelkezik, és végtelen türelme van, és szeret velem együtt dolgozni. Ki a véleményem? Én is kikérem az mm. ő véleményét. És a diákot már föl is készítem, hogy figyelj, lehet, hogy tök más instrukciót fogsz kapni, mint az énekórán, de ha az fog a nyerő lenni, újra szép magyar mondatot mondtam, szóval ha az lesz a nyerő, akkor igen, egy picit ki van spórolva ez, ez a része. Én azt mondom, a legnagyobb tanulságról szerintem az, hogy cipeld el az ének tanárod a felvételre. Aha. Tehát, hogy, tehát hogyha, és, és legalább Skype-on legyen bekapcsolva. Vagy valami, vagy, igen. Vagy valami, mert, mert utólag könnyű okoskodni, mert ott a, ott a pillanat helyében egy csomó, és lehet, hogy még ha van egy mélypontja, ő még vissza tudja hozni. Hát pontosan. Hát meg technikailag is, meg emberileg is így van. Uh, és akkor nyilván, akkor már akkor van oldva a beéneklés, kategória, minden, min, min, minden egy, egy sútja alatt már van oldva, hogyha ezt, ezt a háromszöget így közelebb hozzuk talán. Meg még azt kellene szerintem, hogy itt mindenki a saját egóját tegye picit zsebre. Tehát, hogy azért, mert valaki énektanár, vagy azért, mert valaki producer, nem ő szarta a spanyol viaszt, mm. ugye? Tehát, hogy itt a, hogy ez a együtt vagyunk ott, hogy együtt. És, és én már nagyon sok helyen tapasztalom ezt, hogyha mondjuk elhív a diák egy stúdióra, Igen. ami a saját projektje. És ugye nem ismerem azokat Igen. a hangmérnököket, és akkor már látom a bejött a szőkenő, tudod, mm. mit fog itt csinálni. És akkor itt tök kedvesen mindig összehavarkodunk, mm. kávézunk, beszélgetünk, íze, és hogy, fia, én nem aggátolni fogom a mm. munkádat, hanem segíteni, te is segítsd az enyémet. Mm. Mondd az ötleteidet, én is mondom az ötleteimet, és amint ez a beszélgetés lezajlik, öt percbe előtte, már eltűnt mm. a rám vetített mm. szőkenős tekintet. Mm. És hogy ezt, szerintem ez is fontos, hogy itt. Hát ha parókában Hogy itt meglegyen ez a, a előtte való kommunikáció, hogy ne az a pucérfenékkel, mm, ahogy mm. szokták mondani, beállítasz, és akkor mm -hmm. nem működik. Hát ez nagyon szép, szép végszó volt az a pucérfenék, <laughs> úgyhogy nagyon szépen köszönjük Nellinek, hogy, hogy itt volt nálunk, még köszönjük. nem engedem el, meg felveszünk egy másik részt, ami egy ami picit ilyen gyakorlatibb tanács lesz maga, ha valaki most már így kedvet kapott arra, hogy ez, ez nem fog egyedül menni már ez nem az a kategória, úgy érzem, hogy, hogy egy kicsit erről beszélgetünk, hogy itt mik a tipikus dolgok, ének tanárválasztás, bla, 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 bla. Úgyhogy lesz egy ilyen következő etap, és nektek már köszönjük szépen a megtisztelő figyelmet. Kövessetek minket, van egy B-csatorna is, van egy csoport is, sokan vagyunk, még nem elegem. Még ez a Sziasztok. Sziasztok.